Túl van a járvány második hullámának csúcsán Magyarország, az adatok kedvezőek, de a védelmi intézkedések maradnak. Kampányt indít a kormány, hogy minél többen oltassák be magukat. Eddig 1,3 millióan regisztráltak, de az Unióból alig jön vakcina. Gyújtogattak és rendőrökre támadtak. Brüsszel egyik bevándorlók lakta negyedében, sokan megsérültek. És ma 75 éves Nagy Feró, a Beatrice legendás frontembere, zenésztársai különleges ajándékkal lették meg a Petőfi Rádióban. Ez a Híradó 7:30-tól, az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Továbbra is maradnak Magyarországon a koronavírus miatt bevezetett intézkedések. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányülése után azt mondta, visszaszorulóban van itthon a járvány, túl vagyunk a második hullám csúcsán, de ez nem általános európai jelenség, a veszély továbbra is fennáll. Müller Cecília országos tiszti főorvos pedig arról beszélt, a következetes védelmi intézkedéseknek köszönhetően alakulnak kedvezően a járványügyi adatok. November 11-e óta, vagyis kicsivel több mint két hónapja vannak érvényben itthon a járvány miatt bevezetett szigorítások. Azóta este 8 és hajnali 5 között kijárási tilalom van érvényben, csak néhány kivétellel lehet az utcán tartózkodni. A középiskolákban és a felsőoktatási intézményekben digitális oktatás zajlik. Az éttermek csak elvitelre szolgálhatják ki a vendégeket, az üzleteknek és a szolgáltatóknak este 7 órakor be kell zárniuk. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti vendégeket. A sporteseményeket szurkolók nélkül tartják. Be kellett zárniuk az edzőtermeknek, az úszodáknak és a kulturális intézményeknek is. Minden gyülekezés tilos, a családi összejöveteleken legfeljebb 10 lehetnek, a nagyobb városokban pedig az utcákon is maszkot kell viselni. Mindezek betartásának köszönhető, hogy kedvezően alakulnak a hazai járványügyi adatok, ám továbbra is fontos a védelmi intézkedések megtartása, hangsúlyozta az országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján. A következetes védelmi intézkedéseknek köszönhetően látjuk kedvezően alakulni a számainkat, bizonyos járványügyi adataink sokkal kedvezőbbek, mint néhány héttel ezelőtt voltak. Látjuk azt, hogy közel duplája már a gyógyultak száma az aktív betegekhez képest. A legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában 1926-tal nőtt az új koronavírus fertőzöttek száma, és elhunyt 118 beteg. Többségük idős volt, vagy krónikus problémával is küzdött. Kórházban csak nem 4700-an vannak, közülük 344-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Túl vagyunk a járvány második hullámának csúcsán. Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, december vége óta ugyan visszaszorulóban van a járvány, csökken a fertőzöttek és az elhunytak száma, ám ez nem európai jelenség, így továbbra is fennáll a vírus behozatalának terjedésének veszélye. A magyar járványügyi intézkedések következetesek, szemben más országokkal, ahol látható, hallható a hírekben is, hogy hetente hoznak újabb és újabb szabályokat. Mi világos szabályokat hoztunk november elején, és ezeket kell fenntartani. Ezt javasolják az orvosok, a virológus szakemberek, ezért úgy gondoljuk, hogy nem vitás, hogy továbbra is ezeknek a szabályoknak a betartása a garanciája annak, hogy Magyarországon a járvány második hulláma az lefelé tartson. A miniszter hozzátette, a korlátozások enyhítésére két lehetőség van. Vagy a járványgörbének kell továbbra is lefelé tartania, vagy az átoltottságot kell olyan mértékűre növelni, amely garantálja, hogy a legveszélyeztetettebbek már nem kaphatják el a betegséget. Gulyás Gergely arról is beszélt, Európában Magyarország a legjobban teljesítő országok között van a munkahelyvédelem területén. Decemberben 4000-rel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban, ami azt mutatja, hogy a kormány gazdasági intézkedései beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az első adatok szerint továbbra is nagyon sokan, mint egy 1,5 millió család vesz igénybe a hitelmoratóriumot, vagyis ennyien döntöttek úgy, hogy legkésőbb június végéig nem törlesztik hiteleiket. A vírus fertőző mutációjának megjelenése miatt emelkedhet a betegek száma, itthon is figyelmeztetnek szakértők. Éppen ezért most még fontosabb a járványügyi szabályok betartása. Az új vírusvariáns nem veszélyesebb, és az eddig kifejlesztett oltások is védelmet adnak ellene. Itthon eddig 1,3 millióan regisztráltak az oltásért. A kormány most kampányt is indít, hogy ösztönözze a jelentkezést. Minél többen kapják meg a védőoltást, annál gyorsabban térhet majd vissza az élet a normális kerékvágásba.
Nyilvánvaló volt, hogy Magyarországot sem kerülheti el ez a variáns. Szerdán jelentette be Müller Cecília, hogy 3 embernél itthon is kimutatták a Nagy-Britanniában tavaly felbukkant mutáns vírust. Az elmúlt hetekben már több mint 50 országban jelent meg a koronavírus valamilyen változata. Többek között Franciaországban, Németországban és Finnországban is találtak olyan betegeket, akik mutálódott vírust kaptak el. A szakértők szerint a legnagyobb gond, hogy ezek a változatok akár 70%-kal is gyorsabban képesek terjedni, mint az eredeti kórokozó. Mindezek miatt az Egészségügyi Világszervezet is bejelentette, hogy a tervezetnél 2 héttel korábban összehívta a Veszélyhelyzeti Bizottságát. Várható volt, hogy előbb-utóbb Magyarországon is megjelenik az új vírustörzs, erről beszélt a Kossuth Rádióban Szlárik János. A főorvos kiemelte, a nagyobb fertőző képesség miatt több új megbetegedést okozhat a mutáció. Nem okoz súlyosabb betegséget, nem okoz nagyobb halálozást, viszont az esetek számának a növekedésével több eset kerülhet kórházba, többen kerülhetnek intenzív osztályra, és többen halhatnak meg, úgyhogy nagyon komolyan kell figyelni ennek a vírusnak az elterjedésére. 2 kategória van, a veszélyeztetett és a veszélyeztető. Szakemberek szerint az új vírus törzsek ellen is védenek a vakcinák, tehát a legfontosabb, hogy minél többen megkapják az oltást. Mandl József, az egészségügyi tanács elnöke az M1-en azt mondta, a forgalomban lévő koronavírus elleni vakcinák megbízhatóak és hatékonyak. El kell érni egy olyan állapotot, hogy ne legyen annyi veszélyeztető, és biztonságosan tudjuk élni az életünket. Ezt általában arra teszik, hogy a lakosságnak minimum 60%-át át kell oltani, és ez a minimum. Közeledünk a 1,5 millióhoz. Mintegy 1,3 millió ember regisztrált eddig a koronavírus elleni vakcinára, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a cél az, hogy ennél lényegesen többen regisztráljanak, ezért hamarosan kampány indul a jelentkezés ösztönzésére. Az oltás önkéntes, ez azt jelenti, hogy nem kívánja a kormány ezt kötelezővé tenni, nem is fogjuk kötelezővé tenni, jelentkezni kell az oltásra, mindenkit biztatunk továbbra is, hogy regisztráljon, vagy pedig küldje vissza azt a nyugdíjasoknak kiküldött ívet, amelyen papír alapon a regisztráció lehetséges. Hozzátette, a kormány oltáspárti, a baloldali politikusok oltás ellenes kampánya pedig egyértelműen felelőtlenség. Gulyás Gergely hangsúlyozta, mindenki érdeke, hogy sokan kérjék a vakcinát, mert csak így térhetünk vissza a megszokott életünkhöz. Lassúnak tartja a kormány az uniós vakcina beszerzést, ezért további oltóanyagok minél gyorsabb beszerzésével bízta meg Szijjártó Pétert. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Gulyás Gergely ma arról beszélt a kormányinfon, hogy az ország képes arra, hogy egy nap alatt több mint 500 000 embert oltson be, vagyis ha elegendő vakcina állna rendelkezésre, akkor 2 héten belül végezni lehetne az oltással. Eddig mindössze 130 000 embernek elég nyugati oltóanyag érkezett. Hetek óta folyamatosan zajlik az oltás Magyarországon. Az egészségügyi és idős otthonok dolgozói, valamint lakói közül szerda estig már 96 100-an kaphatták meg a vakcinát. A rendelkezésre álló oltóanyag jelentős részét már felhasználták. A Pfizer-BioNTech készítményéből legutóbb kedden érkezett szállítmány Magyarországra. Ez volt a 4. 47 000 ember beoltására elegendő oltóanyagot küldtek. Emellett 3600 ember oltására elég Moderna vakcina is érkezett, mindez azonban sokkal kevesebb a szükségesnél. Az ország képes arra, hogyha elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, akkor egy nap alatt több mint 500 000 embert oltsunk be. Ha lenne elég vakcina, akkor Magyarország akár 2 héten belül végezne az oltásokkal. Ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely rámutatott, az Európai Uniós szállítás menete jelenleg lassú, és ha ebben a tempóban folytatódnak az EU-s szállítások, akkor 30 hétig, vagyis mintegy 7 hónapig tartana csak a legveszélyeztetett 3 millió ember beoltása. A célunk az az, hogy ennél lényegesen gyorsabban hagyjuk magunk mögött a zárások korszakát és a korlátozások korszakát, ehhez viszont máshonnan is kell vakcinát szerezni. Minden úton, minden formában, minden lehetőséget kihasználva azon dolgozik a kormány, azon dolgozik a külgazdasági és külügyminisztérium, hogy legyen vakcina. Botrányos helyzetet hozott létre. A brüsszeli hitegetés alapján mindenki azt várta, hogy az Európai Unióban hatalmas sebességgel indul be az oltás. Ehhez képest botrányosan lassan halad a vakcina beszerzés.
Erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Szijjártó Péter azt mondta, az Európai Bizottság folyamatosan támadja azokat az országokat, amelyek más forrásokból is szeretnének oltóanyagot vásárolni. Mostanra azonban bebizonyosodott, hogy ez helyes lépés volt. Az elmúlt hetek botrányos vakcina eseményei azt mutatják, hogy helyes volt megkezdeni a tárgyalásokat tőlünk keleti irányba is, hiszen ma már arról hallunk, hogy nagy nyugat-európai országok és nagy nyugati vállalatok is az oroszokkal valami fajta vakcina együttműködésről, közös gyártásról vagy fejlesztésről tárgyalnak. A kormány lassúnak tartja a Brüsszel által koordinált uniós vakcinaszállítást, ezért kész az uniós beszerzéseken kívüli oltóanyagok vásárlására is. Ezt a kormányzati tájékoztatási központ közölte csütörtökön. Azt írták, a cél az, hogy minél gyorsabban szerezzünk be biztonságos oltóanyagokat. Mindez a magyar emberek egészségének és életének megvédéséért fontos. Megjelent egy kormányhatározat is, amely szerint a külügyminiszter feladata, hogy megtegye a szükséges lépéseket a további oltóanyagok beszerzésére. Az Európai Unióból egyébként eddig csak nem 130 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra. Ez töredéke annak, amit várunk, hazánk ugyanis mintegy 20 millió adag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál. Emiatt is folyamatosak a tárgyalások Oroszországgal és Kínával is. A kínai Sinopharmmal pedig már meg is állapodott a kormány. Az első adag akár 1 millió is lehet. Szállításának időpontja attól függ, hogy használatát mikor engedélyezi a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság. Egyre több európai ország véli úgy, hogy lassú az uniós vakcina beszerzés. Horvátország emiatt be is jelentette, hogy nem hoznak létre tömeges oltópontokat, mert hogy egyelőre feleslegesek. A szlovén kormányfő szerint pedig azok, akik nem tartoznak valamelyik veszélyeztetett csoportba, tavasz előtt nem számíthatnak oltásra. A bírálatok ellenére az Európai Bizottság ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagállamok nem kezdeményezhetnek egyéni oltóanyag beszerzést ugyanazoktól a gyártóktól, amelyekkel Brüsszel tárgyal. Horvátországban hivatalosan december 27-én kezdődhetett meg a koronavírus elleni oltás. Azóta több mint 30 ezer ember kapta meg a Pfizer-BioNTech vakcinát, köztük a horvát válságstáb tagjai is. Horvátország azonban elégedetlen ezzel az eredménnyel. A közegészségügyi intézet igazgatója azt mondta, felesleges tömeges oltópontokat kialakítani, mert egyelőre kevés koronavírus elleni vakcina érkezik az országba. Nem csak Horvátország látja így, Lengyelország szerint is kevés az oltóanyag. A kormányfő szerint akár havi 3 millió 700 ezer oltást is be tudnának adni, ehhez képest a szállítmányok lassúsága miatt ennek a negyedével kell számolniuk. Szlovéniában pedig a kormányfő már bejelentette, hogy azok az állampolgárok, akik nem tartoznak valamelyik veszélyeztetett csoportba, tavasz előtt ne számítsanak oltásra. A vakcinahiány miatt úgy döntöttek, hogy akik már átestek a fertőzésen, 6 hónapig nem kapják meg az oltást. Sokkal több a regisztrált, mint amennyi oltóanyag áll a rendelkezésre, csak online ez idáig több mint 119 ezeren regisztráltak, a házi orvosoknál regisztráltakról pedig egyelőre nincs is összesített adatunk. Az oltásnál figyelembe veszik majd egy-egy régió járványügyi helyzetét is, így ahol súlyosabb a helyzet, ott több vakcinát osztanak szét a házi orvosoknak. Egyre többen gondolják úgy, hogy az Európai Unió komoly lemaradásban van az oltóanyag beszerzésében, miközben az Egyesült Királyságban már több millióan kapták meg a vakcinát, az uniós éllovas Olaszországban csupán 800 ezer embert oltottak be. Mindezek ellenére Brüsszelben továbbra is azt tartják fontosnak, hogy a tagállamok ne kezdeményezzenek egyéni oltóanyag beszerzést. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a megállapodás jóváhagyásával, illetve a tárgyalások unióra való átruházásával mindegyikük beleegyezett abba, hogy nem indít saját eljárást az oltóanyagok megvásárlására, ugyanazoktól a laboratóriumoktól, fogalmazott az Európai Bizottság egészségügyi biztosa. Sajnos Brüsszel nagyon-nagyon leszerepel. Káosz van Brüsszelben, pedig az uniónak ebben a helyzetben erőt kellett volna mutatnia.
Erről a Nézőpont Intézet elemzője beszélt az M1-en. Az a Európai Unió, amelyik nem képes 6 éven keresztül ugye megvédeni vagy lezárni a határait, nem tudom mennyire lesz képes arra, hogy 570 millió embernek ugye a vakcinát, tehát itt igazából milliárdos tételekről beszélünk, ezeket ki tudják szállítani, megfelelő időpontban az elosztással törődni tudjanak, tehát jelen pillanatban nem úgy néz ki, hogy az Unió ezt a helyzetet uralni tudja. Georg Spötle hozzátette, az Unió politikai és gazdasági okokból nem kötött le elég vakcinát, ezért fordulhat az elő, hogy a tagállamoknak hosszú ideig várakozniuk kell még az oltóanyagok kiszállítására. A járványhelyzet további hírei jönnek már a világból, és Távol-Keleten kezdünk, mert megérkeztek Wuhanba az egészségügyi világszervezet szakértői, akik azért mentek a kínai városba, hogy felkutassák az onnan induló koronavírus eredetét. A munkával azonban még várniuk kell, mert hogy először 2 hetes karanténba kell vonulniuk. Hogyha ennek vége, először azt próbálják majd kideríteni, hogy hogyan kerülhetett át emberre a gyanú szerint denevérektől származó vírus. Közben Kína már azzal is kénytelen szembesülni, hogy csak ideiglenesen nyerte meg a harcot a járvánnyal szemben, ugyanis megint egyre több a fertőzött, sőt a betegségnek ismét van halálos áldozata is, amire már május óta nem volt példa az országban. És akkor vissza Európába. Ausztria ismét szigorít, az ország határait holnaptól csak előzetes elektronikus regisztráció után léphetik át a külföldiek, sőt az osztrák állampolgárok is. A hatóságok így próbálják kiszűrni azokat, akik ki akarják kerülni a kötelező karantént. Az új szabály alól felmentést kapnak az ingázók és az átutazók, illetve azok, akik előre nem látható családiokból például temetésre mennek. Rájuk sem a karantén, sem pedig a regisztrációs kötelezettség nem vonatkozik. Szigorú országos karantént vezetnek be holnaptól Portugáliában a fertőzöttek számának hirtelen emelkedése miatt. Az emberek csak akkor hagyhatják el otthonaikat, hogyha munkába mennek, élelmiszert vagy éppen gyógyszert vásárolnak. Lehetőség szerint otthonról kell dolgozni, az iskolák azonban nyitva maradnak. Az intézkedések egy teljes hónapig lesznek érvényben. A 10 milliós országban egyetlen nap alatt minden eddiginél több 10.500 fertőzöttet találtak. Hollandiában legkorábban február 2. hetében oldhatják fel a jelenleg érvényes korlátozásokat. Mark Rutte kormánya korábban azt tervezte, hogy a hétvégétől engedélyezi az üzletek újranyitását, ám a járványügyi szakemberek javaslatára most mégis elállt ettől a tervtől, arra hivatkozva, hogy Hollandiában nem csökken megnyugtató ütemben a fertőzöttek száma. A kórházak továbbra is túlterheltek, ráadásul már a brit vírus variáns is felütötte fejét az országban. A másik lehetőség az éjszakai kijárási tilalom lenne, de ezt a drasztikus lépést szeretnénk elkerülni, annak ellenére, hogy a járványügyi szakemberek szerint ez a leghatékonyabb eszköz, hogy megelőzzük a csoportosulásokat, főként a fiatalok körében. Komolyan fontolóra vesszük a szakemberek javaslatát, ha más lehetőséget nem találunk. Közben újabb szigorításokat vezetnek be Franciaországban. Szombattól már az egész országban este 6 órától életbe lép a kijárási tilalom, de teljes lezárás egyelőre nem lesz. A beutazás feltételei szigorodnak, belépéskor kötelező koronavírus teszt vár mindenkire. A franciák elhúzódó járvánnyal számolnak, jól mutatja ezt az is, hogy a kormány egészen júniusig meghosszabbítaná az egészségügyi vészhelyzetet. Védőfelszerelésbe öltözött tűzoltók gyűjtik be a szennyvíz mintát Marseille egyik külső kerületében. A dél-franciaországi kikötőváros kiterjedt csatornarendszerét a pandémia kitörése óta fokozottan ellenőrzik, ám mostanában a sűrűn lakott negyedekben naponta vesznek mintát a vízből. A szakemberek nem csak a járvány terjedését próbálják így feltérképezni, hanem azt is, hol jelenik meg a koronavírus újabb variánsa, amelyet karácsony előtt azonosítottak az Egyesült Királyságban. Az új vírustörzs nem okoz súlyosabb tüneteket, ám a korábbinál sokkal gyorsabban terjed. Egy Nagy-Britanniából hazatért marseille-i férfi például minden második embert megfertőzött azok közül, akikkel kapcsolatba került. A francia kormány járványügyi tanácsadó testületének vezetője rendkívül nyugtalanítónak nevezte a brit vírusvariáns terjedését, és azonnali intézkedéseket javasolt. A párizsiak már napok óta azt találgatták, vajon milyen szigorításokat jelent be csütörtökön a miniszterelnök. Sajtóinformációk szerint egy újabb lezárás is szóba került,
illetve az is, hogy az egész ország területén hosszabbítsák meg a kijárási tilalom időtartamát. Az este 8-tól reggel 6-ig tartó kijárási tilalom ugyanis a legfertőzöttebb régiókban már délután 6 órakor elkezdődik. Én az utóbbinak jobban örülnék, vannak tapasztalataim az előző két karantén idejéről, és biztos vagyok abban, hogy egy újabb lezárás nagyon megnehezíteni a tanulást, mivel nem járhatnánk be az egyetemre, vélte egy diáklány. A kijárási tilalom szigorítása sok kényelmetlenséget okoz, de elfogadom, ha ez kell ahhoz, hogy lelassítsuk a járvány terjedését, mondta egy párizsi nyugdíjas. Az iskolák bezárását egyelőre nem tervezik, ez már a francia egészségügyi miniszter csütörtök reggeli nyilatkozatából kiderült. Eszerint hamarosan elkezdik a pedagógusok és minden 6 évesnél idősebb diák tesztelését, ami havonta 1 millió vizsgálat elvégzését jelenti. A tárcavezető a miniszterelnökkel együtt látogatott el egy lotaringiai kórházban berendezett oltóközpontba. Hétfőn kezdődik ugyanis az oltási kampány újabb szakasza, amelyben nem csak az egészségügyi dolgozók és az idős otthonok lakói, hanem minden 75 évet betöltött francia állampolgár jelentkezhet a vakcináért. A kezdeti nagyfokú bizalmatlanság is oldódni látszik. A legfrissebb felmérés szerint karácsony óta jelentős mértékben 56%-ra nőtt azok aránya, akik be akarják oltatni magukat. A kormány kora esti rendkívüli sajtótájékoztatóján a kormányfő bejelentette, szombattól az egész országban 12 órás, este 6-tól reggel 6-ig tartó kijárási tilalom lép életbe. Az iskolákban szigorúbb járványügyi szabályokat léptetnek életbe, a teljes lezárás viszont egyelőre lekerült a napirendről. Hétfőtől ugyanakkor a nem uniós tagállamokból érkezőknek belépéskor kötelező lesz elvégezniük a koronavírus tesztet. A párizsi kormány júniusig meghosszabbítaná a február közepén lejáró egészségügyi vészhelyzetet. A nemzetgyűlés elé jövő kedden kerül a javaslat, amely szerint a vészhelyzetet fokozatosan oldanák fel, a szeptember végéig tartó úgynevezett átmeneti időszakban. Zavargásra fajult egy tüntetés az éjjel Brüsszelben, az egyik főleg bevándorlók lakta negyedben. Legalább 500-an tiltakoztak egy guineai származású férfi halála miatt, aki rendőrintézkedés közben lett rosszul, majd meghalt a kórházban. A békésnek indult megmozduláson elszabadultak az indulatok, a tiltakozók rongáltak, gyújtogattak és a rendőrökre is rátámadtak. 116 embert, köztük több kiskorút is előállítottak. Csütörtökön csak a kerületi rendőrkapitányság összetört ablakai emlékeztettek a szerdai zavargásokra Brüsszel egyik külvárosában, ahol zömmel marokkói és kongói gyökerű emberek élnek. A károkat az okozta, hogy egy utcai szemetest többször is az üveghez csaptak a rendbontók. Egy nappal korábban több mint 500 ember gyűlt össze az épület előtt. Átfogó vizsgálatot követeltek egy rendőri intézkedést követően elhunyt guineai származású férfi halála miatt. Sokan igazságot Ibrahimának és a fekete életek is számítanak feliratú táblákat lengettek. Most az igazságszolgáltatásra várunk. Nem mondhatom, hogy nagyon bízom az eljárásban, de várjuk a kivizsgálást. Soha nem volt semmi problémája a hatóságokkal, csak egy fiatal fiú volt, mondta az egyik tüntető, aki ismerte az elhunyt férfit. A hatóságok szombaton igazoltattak egy csapat fiatalt, akik a koronavírus járvány elleni intézkedéseket megszegve közterületen gyülekeztek. Egyikük, Ibrahima B. elmenekült az igazoltatás elől, majd előállítását követően a rendőrőrsön rosszul lett és kórházba szállítása után szívinfarktusban meghalt. A szerdai tüntetés délután 16:30-kor csapott át zavargásba. A rendbontók gyújtogattak, rátámadtak a rendőrökre, és megrongálták az utcán parkoló járműveket. A tűzoltókat négyszer riasztották, miután lángok csaptak fel két rendőrkapitányságon is, két utcán pedig üzleteket fenyegetett a tűz. A rendfenntartó erők órákon át próbálták visszaszorítani a tömeget, vízágyút is bevetettek ellenük. A belga igazságügyi miniszter a Twitteren közzétett üzenetében kijelentette, semmilyen körülmények között sem fogadható el az, ami Skarbeekben történt. A vizsgálat még tart, eddig több mint 100 embert állítottak elő. A rendbontók nem ússzák meg büntetlenül. A zavargásokat követően az éjszakában nyúló rendőri akcióban végül 116 embert állítottak elő, köztük 30 kiskorút. Eddig 4 esetben indítottak eljárást. Az intézkedések közben legalább 15 rendőr megsérült, egyiküket súlyos állapotban szállították kórházba.
nem csak igazam van, de papírom is van róla. Ezt mondta a Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban, hogy a Kúrián pert nyert Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára családi cég ellen. Az Altus ZRT korábban azt kifogásolta, hogy a Fidesz EP képviselője arról beszélt, a cég olyan uniós bevételhez jutott, amiből Gyurcsány Ferenc 80 millió forintot adott a több milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított Ceglédi Csabának. Deutsch Tamás szerint most kiderült, kritikai véleményt fogalmazott meg, amelynek ténybeli alapjai adottak. A kúria teljes egészében hatályon kívül helyezte az első és a másodfokú bírósági ítéleteket, megváltoztatta azokat, elutasította a Gyurcsányéknak a keresetét, és nekem adott igazat. Így reagált Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban arra, hogy pert nyert a Kúrián Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára családi cége ellen. Az Európai Bizottságtól kapott megrendelésből az Altus ZRT-nek olyan bevétele lett, amiből Gyurcsány Ferenc 80 millió forintnyi pénzt adott Ceglédi Csabának. Ezért a 2017-ben tett kijelentéséért kellett bíróság elé állni a Deutsch Tamásnak. A fideszes EP képviselőt a Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára érdekeltségébe tartozó Altus ZRT perelte be. Első és másodfokon az Altus nyert. A kúria azonban most helyt adott Deutsch Tamás felülvizsgálati kérelmének, és a felperes Altus befektetési ZRT keresetét teljes egészében elutasította. A perben hozott első és a másodfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és megváltoztatta. A legfőbb bírói fórum indoklása szerint ugyanis a tények akkor a következők voltak. Az Altus ZRT kapott uniós megbízást, az Altus Kft. Adott kölcsönt, Gyurcsány Ferenc pedig maga nyilatkozta, hogy családi cége adott kölcsönt Ceglédi Csabának. Mondtam, hogy nem tud tárgyalni Csaba. Én politikus vagyok, menj el az Altushoz, beszélj a Klárával. Klára meghányta, vetette, azt mondta, hogy hát jó, ad neki kölcsön. Tény az is, hogy akkor mindkét cég Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára tulajdonában volt. Mindkét cég ügyvezetője, Gyurcsány Ferenc házastársa, Dobrev Klára volt. Valamint a közlés időpontjában költségvetési csalás miatt volt folyamatban büntetőeljárás Ceglédi Csaba ellen. Nem csak igazam van, de papírom is van róla. Ezt mondta Deutsch Tamás a Kossuth Rádióban, miután a kúria megállapította, hogy a Fidesz EP képviselőjének kijelentései közérdeklődésre számot tartó témában hangoztak el. Kritikai véleményt fogalmaztam meg, amely kritikai véleménynek a ténybeli alapja is adottak, hiszen valóban uniós megbízást kapott jelentős összegben az Altus. Valóban az Altus adott kölcsön 80 millió forintot Ceglédi Csabának, és valóban igaz, hogy Ceglédi Csaba egyébként pedig súlyos bűncselekményben érintett, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalás bűncselekményében. Tehát nekem lett igazam a jog előtt is. A Fidesz európai parlamenti képviselője arról is beszélt, hogy a jogerős ítélet alapján visszajár neki az az 500 ezer forint, amit korábban az Altus befektetési ZRT-nek ki kellett fizetnie. Deutsch Tamás hozzátette, az ügyből is kiderül, hogy Gyurcsány Ferencnek és Dobrev Klárának van miből kifizetniük a 500 000 forintos sérelemdíjat. Tragikusnak tartja a Gulyás Gergely, hogy egy országgyűlési képviselő az alapvető kegyeleti jogokat sértő képeket közölt. A miniszterelnökséget vezető miniszter Hadházi Ákos szentendrei halottas házas videójával kapcsolatban fogalmazott így. Gulyás Gergely azt mondta, a politikai haszonszerzésnek is vannak határai. Múlt héten tett közösségi oldalán elérhetővé egy videót Hadházi Ákos korábbi LMP-s, jelenleg független országgyűlési képviselő. A koporsókat és elhunytakat is bemutató felvétel a szentendrei halottas házban készült. A politikus azt állította, a felvétel készítője szerint ezek az emberek az otthonukban hunyhattak el vírusfertőzés miatt. Hadházi Ákos ezzel azt akarta bizonyítani, hogy rossz a kormány járványkezelése. A Pest megyei kormány megbízott mindenre úgy reagált, a balliberális képviselő álhírt terjesztett és halálkampányt folytat. Nem igaz, nem volt covidos beteg az elhunytak között, illetőleg kórházi kezelés is csak egy eset, személy esetében állt fönn. Tehát a szokásos hadházi képviselő úrféle hazugságot láthattuk és hallhattuk. Hadházi Ákos újabb bejegyzésében erre azt írta, az igazság nem rémhírterjesztés. Szerinte ráadásul a Szentendrén készült videónak a lényege nem az, hogy Szentendrén történt, hanem hogy sok helyen vannak ilyen állapotok. A kormánypártok szerint nincs megállás a baloldal halálkampányában, amelyre például a Hadházi Ákos által megosztott videó is. Hadházi Ákos túlment minden határon, amikor a szentendrei halottasházból közzétett egy kegyeletsértő videót,
ráadásul álhírt is terjesztett vele. Reagált az ügyre Gulyás Gergely is a Kormányinfón. Elhunyt emberek kegyeleti jogát sértették meg durván. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, tragikusnak tartja, hogy egy országgyűlési képviselő az alapvető kegyeleti jogokat sértő képeket közölt. Felhívta a figyelmet, hogy a felvétel ráadásul egy baloldali polgármester esetleges mulasztását leplezi le. Úgy gondolom, hogy a politikai haszonszerzésnek megvannak azok a határai, amit jó lenne, hogyha mindenki figyelembe venne és betartana. Még akkor sem a konkrét esetben ráadásul önleleplezés történt, de szerintem nincs olyan politikai cél, ami legitimálható akkor, hogyha a kegyeleti jogokat sértünk meg, különösen ilyen durva formában. A Halottasházban készült videó ügyében a rendőrség is vizsgálatot indított. Az ügyben feljelentés kiegészítést rendeltek el. Azonnali hatállyal felmentette Szabó Balást minden az önkormányzatnál betöltött tisztsége alól Újpest Momentumos polgármestere. Déri Tibor azután döntött így, hogy néhány napja kiderült, a jobbikos politikust luxus magánrepülővel utaztatta el egy oroszokhoz köthető szervezet Közép-Afrikába, hogy ott megfigyelje a választásokat. Szabó Balás párttagságát már kedden felfüggesztette a Jobbik. Gulyás Gergely ma azt mondta, az utazás nemzetbiztonsági ügynek látszik. Ezen a fotón Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi elnök helyettese és a párt parlamenti frakciójának volt külügyi munkatársa látható. Mindketten megfigyelőként vettek részt 2014-ben a Donyeckben megtartott választásokon, amit Washington, Brüsszel és Berlin is alkotmányellenesnek tartott. A legtöbb alkalommal egyébként Gyöngyösi Márton, a jelenlegi elnök helyettes vett részt választási megfigyelőként. Például olyan helyeken, mint a Donyecki Népköztársaság, vagy a Krím-félsziget, vagy a Luganszki Népköztársaság. Gyöngyösi Márton külföldi útjairól szerdán beszélt az M1-nek az a Szabó Balázs, akiről a héten derült ki. Egy drága magánrepülőgéppel a Közép-afrikai Köztársaságba utazott választási megfigyelőnek még decemberben. A hvg.hu cikke szerint a nemzetközi misszióra elkísérte Samu Tamás Gergő, volt jobbikos országgyűlési képviselő is, amit egy olyan orosz hátterű szervezet fizetett, amely Lengyelágon Mateusz Piszkorszkihoz, a hazájában kémkedéssel megvádolt politikushoz köthető. A botrány miatt Szabó Balást lemondásra szólította fel a pártvezetés. Gyöngyösi Márton valójában egy ürügyet talált arra, hogy engem a pártból kiszorítson. Gizike és a gőzeke. Így reagálta a vele szemben megfogalmazott vádakra csütörtök délután a Jobbik elnök helyettese. Ebben Gyöngyösi Márton Szabó Balást mandátumtolvajnak nevezi, aki szerinte számításból csúsztat és hazudozik külföldi útjairól. Nem kívánok a továbbiakban. Később kitért arra is, hogy miért ápoltak baráti kapcsolatot azzal a volt jobbikos KG Bélának is nevezett Kovács Bélával, akit Mateusz Piszkorszkihoz hasonlóan kémkedéssel vádolnak. Gyöngyösi Márton azt írta, idézzük, akkor még nem tudtuk, hogy pontosan ki ő, mivel kezdő politikusként nem gondoltuk, hogy egyből az orosz titkosszolgálat fog közénkbe épülni. Majd közli, ő és a Jobbik is elkötelezett az euróatlanti külpolitika iránt. Pedig épp Gyöngyösi Márton volt az, aki 2015-ben az ukrán válság kapcsán a nyugatot vádolta egy felszólalásában az országgyűlésben. Teljesen világos az, hogy az, ami most jelenleg Ukrajnában zajlik, ez az amerikai geostratégiai céloknak megfelelően alakul. Ezt a konfliktust az Amerikai Egyesült Államok és a Nyugat provokálta ki kerek fél évvel ezelőtt. Igazi élet-halál harc volt, amelyben sajnos mi nemzetiek veszítettünk. Így reagált a Jobbik titkos belső ügyeire a párt korábbi nemzeti irányvonalának vezetője. Volner János közösségi oldalán egy a párt korábbi elnökségének címzett levelére hivatkozva azt firtatja, ha az újpesti önkormányzati képviselőnek a Jobbik szerint le kell mondania, akkor a sokkal súlyosabb katonai konfliktus nyomán létrejövő választásokon történő asszisztálásáért vajon Gyöngyösinek miért nem? Mert túl nagy hal talán. Ez egész egy nemzetbiztonsági ügynek látszik. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfon arról beszélt, a jobbikos politikusok afrikai magánrepülőgépes útja nemzetbiztonsági ügynek tűnik. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy a két politikus megkérdőjelezhető, alkotmányos intézményrendszerű országokba látogatott választási megfigyelőként. Olyat, hogy választási megfigyelőt magánrepülőgéppel repülőselek még nem nagyon láttunk, tehát úgy gondolom, hogy valóban indokolt annak kivizsgálása, hogy itt milyen egyéb szolgálatokat tettek a jobbikosok annak érdekében, hogy ilyen utazáson vehessenek részt. Csütörtök délutánra a Jobbikban zajló botrány elérte a balliberális pártok inger küszöbét is.
Déri Tibor, Újpest Momentumos polgármestere ugyanis élte a járványhelyzet által ráruházott különleges hatalommal, és azonnali hatállyal felmentette Szabó Balást minden az önkormányzatnál betöltött tisztsége alól. A DK takarókat vitt az egyik éjjeli és nappali melegedő helynek. Kálmán Olga azt mondta, a demokratikus koalíció, mint mindig, most is segít. Nem fordítjuk el a fejünket, és hogyha arra van szükség, akkor az Oltalom Karitatív Egyesülettel együttműködve élelmiszereket, ruhákat, játékokat, vagy éppen digitális eszközöket adományozunk az arra rászorulóknak. Most pedig meleg takarókat hoztunk. Az MSZP szerint lényegesen magasabb volt a tavalyi infláció az előzetesen tervezetnél. Korozs Lajos úgy vélte, hogy emiatt a munkavállalók és a nyugdíjasok is rosszul jártak. Nem véletlen, hogy a szocialista párt javasolta, hogy a szép kártyát föl lehessen használni utólagosan is élelmiszerek vásárlására, hiszen nagyon sok embernél gyakorlatilag befagyott a szép kártya beváltásának a lehetősége. A Párbeszéd szerint a nagyvállalatok helyett az embereket, valamint a kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni. Tordai Bence azt mondta, a gazdasági válságot a kereslet megerősítésével lehet kezelni, amihez az embereknek több pénzre van szüksége. Ez a fejlődés útja rövid távon, és az emberekbe való beruházás, az oktatás, az egészségügy és a szociális rendszer fejlesztése a megoldás hosszabb távon. Ez az, ami az ország gazdasági versenyképességét is emelni fogja. Az LMP szerint a kormány nem készült fel eléggé a koronavírus elleni oltásokra. Csárdi Antal erről azután beszélt, hogy kérdést tett fel az illetékes miniszternek a megrendelt vakcinákról. Szerinte csak részben kapott választ. A magyar kormány adjon válaszokat arra, hogy mennyi oltóanyagot szerzett be a különböző gyártóktól, méghozzá úgy, hogy pontosan szeretnénk tudni azt, hogy melyik gyártótól mennyi oltóanyag érkezett. Pontosan kell tudnunk azt, hogy melyik társadalmi csoport melyik oltóanyaggal lesz beoltva. Plusz forrásokkal segíti a kormány a hajléktalan ellátókat, hogy megkönnyítse a szervezetek dolgát a járványhelyzetben. A védekezéshez szükséges eszközök megvásárlására, illetve más fejlesztésekre is lehet igényelni a támogatást. Összesen 134,5 millió forintról van szó, amire egészen hétfőig pályázhatnak az intézmények. Étellel, forró itallal és meleg takarókkal segítik az utcán élő hajléktalanokat a segélyszervezetek. A hideg beköszöntével kiemelt figyelmet fordítanak rájuk, mindenkinek felhívják a figyelmét arra, hogy menjenek be a hajléktalan szállókra. A szervezetek nappali melegedőket és éjjeli menedékhelyeket működtetnek, emellett pedig orvosi ellátást is biztosítanak. Ezen kívül a járvány alatt a hajléktalanokat folyamatosan tesztelik, és mindenhol figyelnek a rendszeres fertőtlenítésre. Általában a hajléktalan embereket intézményenként másképp tesztelték, tehát változó volt ennek a helyzete. Azt lehet mondani, hogy a hajléktalanlátásban viszonylag kevés fertőzött vagy ismert fertőzött személy volt. Ezt pontosan nem tudjuk megmondani, hogy minek köszönhető. Reméljük, hogy annak, hogy a védekezésünk az megfelelő volt. A kormány most többletforrással segíti a hajléktalan ellátó szervezeteket, hogy bővíteni tudják szolgáltatásaikat. Egy plusz pályázat került kiírásra, 134,5 millió forint értékben, amelyben hajléktalan ellátó szervezetek jelentkezését várjuk. Jövő hét elejéig, január 18-áig van lehetőségük jelentkezni. Jelentkezni lehet olyan beruházásokkal, amely alapvetően a koronavírus járványhoz köthető. Így lehetőség van tárgyi eszközök finanszírozására, lehetőség van beruházásra, lehetőség van zsúfoltságot csökkentő eszközök és beruházások végrehajtására. Ezért erre szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ezt tegye meg és pályázzon. Magyarországon a hajléktalan szállók kihasználtsága országosan 79, Budapesten 74%. A szállókon tehát van elég hely, így senkinek nem kell a szabad ég alatt aludnia. A kormány évente több mint 12 milliárd forintot fordít a hajléktalanok ellátására és életkörülményeik javítására.
Több mint 3 milliárd forintból bővíti a General Electric budapesti és szegedi digitális egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó központjait. A 45 kutatómérnöki munkahelyet létrehozó beruházást az állam 675 millió forinttal támogatja. Szijjártó Péter azt mondta, az átlagosnál is nagyobb teher nyomja az egészségügyi ellátórendszereket, így felértékelődik a mesterséges intelligenciára alapuló megoldások szerepe. Ez a mai bejelentés újra megerősíti, hogy orvostudomány, diagnosztika területén a magyar tudás világszinten versenyképes. Ha ez nem így lenne, akkor a világszerte több mint 200 ezer ember foglalkoztató amerikai óriás vállalat sem Magyarországon hajtaná végre ezt az újabb beruházást, nem itt fejlesztené a mesterséges intelligenciára alapuló orvostudományi fejlesztéseinek központját. 3 vidéken működő magyar vállalat összesen 2,1 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat, amelyekhez a kormánytól 690 millió forint támogatást kapnak. Szijjártó Péter a versenyképesség növelő program szerződés átadó rendezvényén azt mondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a 3 cég 820 munkahelyet véd meg. A külügyminiszter kiemelte, a tömeges munkanélküliség megelőzése érdekében szükség van olyan cégekre, amelyek felismerték, hogyha most fejlesztenek, versenyelőnyre tehetnek szert. Az egész ország területe profitál a gazdaság fejlődéséből, és ennek nyilvánvaló alapfeltétele volt az, hogy a vidéki magyar gazdaság is nagyon komoly erősödésnek indult az elmúlt években. Ezt mutatja az a tény is, hogy ma 3 vidéki vállalat beruházásait jelentjük be. 3 vidéken működő vállalat, amely ebben az időszakban a leépítések helyett a fejlesztések mellett döntött. Elindult Magyarországon az első termelést és segítő ipari 5G hálózat. A Huawei Pátyi telephelyén ennek köszönhetően már önvezető targoncákat tudnak használni az árumozgatásához. Az 5G nagyon gyors adatátvitel tesz lehetővé, amivel biztonságosabb és gazdaságosabb lehet például a raktározás vagy éppen a termelés. Egy targonca, amely fontos szerepet játszik egy gyár életében. Többségében arra használják, hogy több tonnás tárgyokat szállítsanak vele. Elektromos targoncákat, mint amilyen ez is, már évek óta használnak. Azonban ez az első olyan önvezető szállítójármű Magyarországon, amely 5G technológiát használ. A Huawei Pátyi telephelyén helyezték ugyanis üzembe az ország első ipari 5G hálózatát, amely már a termelést is segíti. Az 5G technológia a jelenleg ismert leggyorsabb adatátvitelre képes, 2-3 millisekundum késleltetéssel képes átadni az információt, és hogy ez gyakorlatban mit is jelent, azt mindjárt láthatják is a nézők, ugyanis itt jön egy vezető nélküli targonca, itt állok előtte az útjában, és nem ütel engem, ugyanis nagyon hamar megkapta ő azt az információt, hogy valami van az útjában, valaki van az útjában, és nem üti el azt, hogyha innen ellépek, akkor ő már menni is fog tovább. Hát valami hasonlót jelent a gyakorlatban az 5G technológia az ipari felhasználásban. Ezzel a rendszerrel biztonságosabb és gazdaságosabb lesz a termelés, a raktározás, illetve az anyagmozgatás is. Majdnem 150 millió forintba került ez a mostani fejlesztés, de a vállalat már is újabbakat tervez. A nyitott és kiegyensúlyozott gazdasági környezet miatt további terveink vannak a jövőben Magyarországon, fogalmazott a Huawei Magyarország vezérigazgatója. A kormány elkötelezett abban, hogy az 5G-s fejlesztések jelentős része Európán belül Magyarországon valósuljon meg. Ezért minden olyan nagyvállalatot támogatnak, amely fejlesztést hoz az országba. Emellett támogatják a kis és közepes cégeket is a technológia mielőbbi alkalmazásában. Az ipar területén, és itt a tág értelemben vett iparról beszélünk, akár a mezőgazdaságra is gondolhatunk itt, vagy a közlekedésre, olyan alkalmazások fognak megjelenni, amely a gyártási folyamatot teszi egyszerűbbé, rugalmasabbá. Tehát gondoljunk itt arra, hogy a virtuális valóság, vagy a kiterjesztett valóság lehetővé teszi mondjuk egy operátor számára, hogy egy javítási munkát olyan módon vigyen végbe, hogy az információt mondjuk egy okos szemüvegen keresztül láthatja. A Huawei 2005-ben kezdte meg működését hazánkban, azóta csaknem 1,5 milliárd dollárt fektettek be, és több mint 2400 embernek adnak munkát. A világ második legnagyobb okostelefongyártójának Magyarországon van az Európai Ellátóközpontja, ami a vállalat második legnagyobb ilyen létesítménye. Több mint 50 országot látnak el innen a termékeikkel.
Soha nem látott mértékű 13 milliárd forintos programot indít a kormány az illegális hulladék lerakók felszámolására. Az első helyszín Vácrátót, ahonnan 200 köbméternyi szemetet vihetnek el. A község környékén nem ritka, hogy építési törmelékkel szórják tele az erdőt, 9 szeméttelepet találtak ez idáig. A támogatásból most vadkamerákat is kihelyeznek, hogy elkapassák a szemetelőket. Munkagéppel kezdtek hozzá az illegális szemét eltakarításához Vácrátóton. Az alig 2000 fős Pest megyei községben rengeteg a szemét. A település évek óta harcol az illegális szemetelők ellen, akik gyakran építési törmeléket, háztartási hulladékot is otthagynak az erdős területeken. A kormány most 3 millió forinttal segíti az elhagyott hulladék felszámolását a településen, így összesen 200 köbméter szemetet szállíthatnak el 9 illegális lerakóhelyről. A polgármester azt mondta, kamerákat is kihelyeznek. Mi amellett, hogy itt elhordjuk ezt a 200 köbméter szemetet, táblákat fogunk kihelyezni, meg vadkamerákat, és azonnali feljelentést von maga után az illegális szemetelés, és bízom benne, hogy pórul járnak azok, akik ezt a tevékenységet folytatják. Rétvári Bence államtitkár pedig úgy fogalmazott, a környezetvédelemről nem csak beszélni kell, cselekvésre is szükség van. A büntető törvénykönyv ma már ezt szigorúban bünteti, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy legyen egy program arra, hogy el lehessen szállítani ezeket a hulladékokat az erdő széléről bárhonnan. Vácrátóton is, bár a település nem túl nagy, de mégis több mint 200 köbméternyi illegális hulladékot fogunk tudni ennek a programnak a keretében elszállítani, és ehhez a település közel 3 millió forint támogatást kapott. Az államtitkár kiemelte, a kormány soha nem látott mértékű 13 milliárdos programmal járul hozzá az illegális hulladék lerakók felszámolásához. 4 ember meghalt Győr közelében a 813-as úton, ahol járművükkel összeütköztek egy teherautóval. Az áldozat egy 40 év körüli férfi és egy nő, valamint 2 gyermekük, egy fiatal lány és egy kisgyermek. A rendőrség a helyszínen és idejére az útszakasz teljes szélességében lezárta. Az eddig rendelkezésünkre álló adatok szerint egy Bana irányából Győr felé közlekedő személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között nekiütközött egy Győr felől érkező autókat szállító trélernek. A baleset következtében a személyautó kigyulladt, a benne utazó 4 ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Hidakat, utakat mosott el, és több ezer hektárnyi termőföldet árasztott el a víz a Balkánon. A hétvégi heves esőzés és havazás miatt a folyók kiléptek a medrükből, az ár településeket vágott el a külvilágtól. Szerbiában jelenleg is több mint tucatnyi helyen rendkívüli intézkedések vannak érvényben, se áram, se ivóvíz nincs a településeken. Koszovóban és Albániában ráadásul újabb árhullámtól tartanak. 75. születésnapját ünnepli Nagy Feró a Beatrice zenekar legendás frontembere. A zenész rengeteg meglepetés várta a nap során. A Petőfi Rádióban például élőadás közben köszöntötték kollégái, zenésztársai pedig egy különleges CD-vel is készültek. Az énekest a miniszterelnök is felköszöntötte a jeles napon, egy különleges pálinkát küldött neki a kormányfő. Ez a Beatrice egyik legnépszerűbb slágere. A zenekar frontembere, Nagy Feró évtizedek óta a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja. Énekes, dalszövegíró és színészként is láthatta a közönség színházakban és filmekben is. Figyelj, most jön a meglepetés. Intek, figyelj csak, gyere csak belé, szíves! Egy fiatal embert szeretnék neked bemutatni. Jó napot! Jó, éljen meg a szívedet! Még egy fiatal embert. Még egy fiatal embert is hoztam. Nagy Feró január 14-én lett 75 éves. A Petőfi Rádió Minek nevezzelek című műsorában adás közben lepték meg zenésztársai és kollégái. A torta mellett egy különleges CD-vel is megajándékozták. Sok meglepetés van rajtam. Ákos, Fatal Error, Republic és még számos zenész közreműködésével készült el a lemez. A CD-n a már jól ismert Beatrice dalokat dolgozták fel a művészek. Boros Csabiék ugye itt voltak, és ők is megleptek engem egy CD-vel, amin az én dalaim szerepelnek különböző előadóktól. Ja, teljesen ledöbbentem, mert nem tudtam róla semmit. És ebben nem csak a Boros Csabi volt benne, hanem az én fiam is, tehát én nagy összeesküvés volt. És mivel ez hónapokig készülhetett,
hogy a fenébe lehet, hogy én nem tudok róla. Tehát úgy megoldották, hogy most tényleg itt voltam, még el is érzékenyültem, mondom, hát mesélje magamat, meg csak rocker vagyok, nem vagy mi a fene. Nagy Feroz sokszor volt már az MTV a valamelyik műsorának vendége, vagy éppen házigazdája. Boros Csaba azt mondta, mindig megtudott valami újat a zenészről. Én nagyon szeretek interjút csinálni idősebb zenészekkel, mert nem mondhatom, hogy öregek, hiszen Feroz is még csak 75 éves. Mert az a múlt, ami a hátuk mögött van, az hihetetlen sok anyagot ad ahhoz, hogy el tudjunk mélyülni egy embernek az életébe, a zenekarait felsorolni, hogy mit csinált akkor, pláne hogyha egy olyan zenészről beszélünk, aki a rendszerváltás előtt indította el a karrierét, hiszen ugye lehet viszonyítani, hogy mi volt akkor és mi volt azután. A Beatrice frontemberének, Orbán Viktor egy ritkaságnak számító fügepálinkát küldött születésnapjára. Az ajándék mellé köszöntő levelet is írt a miniszterelnök. A kormányfő közösségi oldalán is gratulált a zenésznek. Orbán Viktor azt írta, Nagy Feró 75. azok a boldog szép napok, Isten éltessen. A kormányfő megosztotta ezt a videót is, amely nem sokkal az első szabad választások előtt készült. A színpadon együtt énekelt Nagy Feróval több ismert zenész és a Fidesz politikusai is.